Hétfő délelőtt sajtótájékoztató keretein belül megújította a támogatói megállapodást a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei ZRT, valamint az FTC kézilabda szakosztálya. Ez együttműködés ugyebár nem új keletű, hiszen már jó pár éve kapcsolatban vagyunk, tehát elsősorban azt kell megemlíteni, hogy számunkra ez egy büszkeség, hogy egy kapcsolatot tovább tudtunk építeni, és még magasabb szintre tudtuk vinni, ami egy visszajelzés számunkra, hogy az eddigi munkánkat valamilyen szinten jól végeztük, hiszen ezt elismeri egy cég. Természetesen van egy másik része is, az, hogy anyagilag ezzel még stabilabbá válik. A Ferencváros női kézilabda szakosztályának a költségvetése és az anyagi helyzete, és nem utolsó sorban nem szabad azt elfelejteni, hogy egy budapesti cég, tehát egy lokál patrióta cég fog minket ezek szerint támogatni, és reméljük mi is vissza tudjuk adni ezt a támogatást azzal, hogy a nemzetközi mérkőzésünk során Budapest spász felirattal a budapesti gyógyfürdőket hirdetjük és visszük közelebb a nemzetközi közönséghez. Én már a Budapesti Gyógyfürdősi Vizei ZRT eljutott arra a szintre, mint gazdasági társaság annyira megerősödött, hogy az eddigi támogatásnál nagyobb mértékű támogatást tudunk adni, ami azt jelenti, hogy a fürdőbérletek mellett egy éves szinten 30 millió forintos pénzbeli támogatást is tudunk egy év lefogás alatt nyújtani a szakosztálynak. Tesszük ezt azért, mert úgy gondolom, hogy egy profitábilis vállalkozásnak, mint amilyen mi vagyunk, alapvető idézővetett kötelessége is egy sportegyesület, a magyar sportnak a támogatása egyrészt, másrészt pedig kimondott célunk az is, hogy a fürdőbe járó réteg egyre fiatalabbakból álljon, és ezt a cél szolgálja a felista lányok, vagy esetleg a kézilabdás fiúknak a bevonása erre a területre. Ez igazából ez is, ez megfelelő reklámfelületeket is kapunk, amivel szintén remélhetőleg tovább tudjuk növelni a látogatottságunkat. Hát, hogy itt elhangzott egy számszerű összeg, ezt gondolom nem kell magyaráznom, hogy ebből mit tud profitálni, de ugye a támogatásnak a többi része pedig eddig is megvolt, tehát az, hogy mi viszonylag korlátlanul járhatunk a BGH intézményébe, ami hát, ugye egy terheléses időszakban ezt azt gondolom, hogy kicsit is járatos oldalnak nem kell magyarázni, hogy milyen jelentősége bír, tehát a regenerációs dolgoknak a dolgokban, hogy mekkorát segít a meleg víz, a szauna, a gőz és az úszás. Tehát mondom, hogy nagyon-nagyon köszönjük a BGH-nak az, hogy ez kialakult és létrejött, és továbbra is szeretnénk élni ezekkel a lehetőségekkel, mert hát eddig is ezt tettük. Megjelent a Ferencvárosi Tornaklub Életmód magazinjának legújabb száma, a Zöld és Fehér. Keresd az újságárusoknál vagy a Fradi Shopban. Tájékozódj az előfizetés részleteiről a fradi.hu-n. Zöld és Fehér, e két szín mindennél többet ér.